Egy győri gól a hétvégi Kiskunhalas elleni 34-18-ra megnyert bajnoki meccsből. A találkozót a válogatott szövetségi kapitánya Karl Erik Böhn is megtekintette, utána pedig egyeztetett a játékosokkal, hiszen a hétvégén nemzeti együttesünk Csehországban szerepel egy felkészülési tornán. Nos, az Audi Eto kézisei egy kivételével pihenőt kaptak a kapitánytól, az eddig stabil résztvevők közül csak a kapus Herr Orsolya véd Csehországban. A jelentősen megfiatalított válogatott szerdán Győrben gyakorol, a zöld-fehér nevelésű Planéta Simonetta, Deáki Dóra, Horváth Bernadett trióval és a váci Klivinyi Kingával. Ugyanakkor az Audi Eto keretesen fog unatkozni az elkövetkező napokban, mert görbicék edzőmeccset játszanak az osztrák Hypo Niederösterreich-hal. Rédei Sós Viktória előző együttesével csütörtökön este 18 órakor találkoznak a zöld-fehérek, és a mérkőzés megtekintése ingyenes lesz. Te